Egyre drágább ezeknek a csirkéknek a tartása. Ráadásul kockázatot jelent az is, hogy a madárinfluenza Európa szerte jelen van. A baromfi ágazat nehézségekkel küzd. Az import lecsökkent, a kereslet azonban két terméknél, a csirkefarhátnál és a mellnél várhatóan emelkedni fog a következő 3 hónapban. A kormány ezeknek az árát maximalizálta az októberi szinten, amihez a termelőknek és a kereskedelemnek is igazodniuk kellett. Ez az árstopp elsősorban a kereskedők pénztárcájában fog némi zavart okozni, hiszen részben a madárinfluenza telepítési korlátozásai és nagyobb részben a szinte vállalhatatlanul megemelkedett takarmány, fűtés, világítás költségei miatt a csirkehízlalási kedv az kezd a nullához közelíteni. Magyarul élő csirkében hiány van, ha élő csirkében hiány van, akkor az abból feldolgozható termékekből is hiány van, és ez nem csak magyar jelenség, ez a hiány egész Európát sújtja. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem lehet majd hozzájutni akár a csirkemellhez, akár a csirkefarháthoz az üzletekben. Bárány László szerint a magyar termelők ki tudják szolgálni az igényeket, a 3 hónapos árstopp pedig inkább nevezhető egy akciónak, amivel a kereskedők is számolni tudtak. Ezt a fajta árubeszerzési rendszert, amit jelen pillanatban a kereskedelem folytat, ezt nem fogja terhelni a termelő felé egyfajta árletörés vagy egyfajta árkorlátozás az átadói árakat illetően. Lesz szép 3 hónapja a magyar vásárlónak, amikor a piaci ár alatt fog 10-15%-kal csirkemellfilét és csirkefarhátot vásárolni. A hiányt, ahogy mondtam, azt a kereskedelem a saját profitja terhére teszi hozzá, úgyhogy ez a legfontosabb üzenet a vásárlóknak, fogyasztóknak, hogy jó minőségű magyar csirkehúst fognak ezután is vásárolni egy korlátozott és egy felülről szabályozott áron. Az élelmiszer árstopról hozott intézkedés május 2-án veszti hatáját. A két említett csirke termék mellett a kristálycukor, a búzafinomliszt, a finomított napraforgó étolaj, a házi sertéscomb és a 2,8%-os tej árát kellett befagyasztaniuk az üzleteknek.